Jobb könyvéről egy ige tanulmány fog elhangzani a következőkben. A nőknek egy része ezt már hallotta, de hát ugye azt mondják, hogy az ismétlés az a tudásnak az anyja, úgyhogy hát aki már hallotta, az jobban meg fogja tanulni. Ezt a tanulmányt a feleségem Lonni állította össze a Lídia napra, de szeretnénk ezt most megosztani, ezt az ige tanulmányt az ehhez gyülekezettel, tehát most erre fog sor kerülni, ez lesz a délötési témája. Úgy találtam, hogy egy igehirdetés is, meg egy tanulmány is, az túlságosan hosszú időt venne igénybe, és így hát erre figyeljünk most, ez az Isten igéje kijelentése hozzánk, Jób könyvének a tanítása számunkra. Atyám, az Úr Jézus nevében köszönöm, hogy ezt megosztatom, és elismerem azt, hogy nem az a fontos, amit én mondok, hanem amit te mondasz. Kérlek, hogy te szólj nekem is, és mindannyiunknak az Úr Jézus nevében. Amen. Szeretném elmondani, hogy az szolgálatomban illusztrációként festményeket és grafikákat fogok felhasználni, ahol hozzá tudtam jutni a művet készítő művésznek a nevéhez, ott elolvashatjátok a kép alatt, és várom, hogy megjelenjen. Szóval az a helyzet, hogy én nem készültem ezzel, hogy így mondjam, hanem folyamatosan olvassuk a Bibliát Győzővel közösen, és néhány hónappal ezelőtt a Jób könyvéhez értem, és az annyira megragadott, hogy hetekig, sőt majdnem két hónapig nem voltam képes szabadulni tőle. Nem tudom, hányszor elolvastam, különböző formában, például úgy, hogy sorba olvastam Elifáznak a beszédeit, aztán csak a beszédeket, különböző szempontok alapján, és hosszú jegyzeteket készítettem, sőt, mint ő, még a Lídia konferenciára sem ezzel készültem. Egész éven át hirdettem, hogy a Dániel könyve 9. része lesz a témája, de nem ment a dolog. Nem mondom el a részleteket, végül abban nyugodtam meg, hogy ez Isten ötlete volt, és hát igazából Istennek engedelmeskedtem azzal, hogy amikor szóltam Győzőnek, hogy ezt szeretném átadni nektek. Szóval ez azért volt így, mert annak ellenére, hogy nagyon sok prédikációt hallottam gyerekkoromtól, és sok magyarázatot a Jobbal kapcsolatban, mélyebb válaszokat kerestem a bennem feszülő kérdésekre. Például, mi az oka annak, hogy Isten szemében Jób sokkal különb, mint a barátai? Hiszen Jób is vagdalkozik beszédében, még átkozódik is. Mégis Istennek a megítélése egyértelműen azt mutatta, hogy Jobbnak idézőjelben helyén van a szíve, Jób barátainak a jelleme pedig enyhén szólva álságos. És aztán jött tovább a kérdés, amikor ezzel foglalkoztam, hogy ki és milyen vagyok én. No, nem kívülről. Ezek a képek a 2013-as Lídia konferenciáról lettek összeállítva. Kívülről szerintem mindenki nagyon szépen néz ki ezen a képen. És vannak-e Isten igéjében támpontok, amelyek alapján világosságot nyerhetek arról, hogy ki vagyok, és hogy milyen a jellemem? Az élet változó kihívásai, eseményei között vajon úgy viselkedem, mint Jób barátai, vagy Isten olyannak ítél engem, mint magát Jóbot? Vagyis önjáróan működöm, a saját ösztöneimet, logikámat követem, vagy hitelesnek bizonyulok, elsősorban Isten előtt, és hát természetesen az emberek előtt is. És aztán további kérdések. Felhasználhat-e Jézus a közbenjárásban önmaga mellett társként, Jobhoz hasonlóan, vagy én szorulok arra, hogy mások hordozzanak, hogy ne mondjam, unosuntalan elhordozzanak? És milyen változásokra van szükségem ahhoz, hogy Jobhoz hasonlóan maga Isten jelöljön ki,
és kérjem fel a legfontosabb, a leghatékonyabb szolgálatra, a közbenjárás szolgálatára, amely képes másokban kényszerítéstől mentes, emberi rábeszéléstől mentes valódi változásokat előidézni. Kérem a következőt. Jobb könyvének nincs túl sok szereplője. A történet ez egy hatalmas színpett kép, amely a spirituális világ színpadján kezdődik, és amelynek csak egy kis része az, ami a földi lét töredék színpadképét mutatja. Jobb könyvének minden jelentős szereplőjét elsősorban szóbeli megnyilvánulásain keresztül ismerjük meg, mert a 42 részből összesen háromban történik valami, az első két részben és az utolsóban, a 39 rész alatt pedig beszélnek, beszélnek, beszélnek. Jobb barátai, Jobb és Isten. A szellemi lények, a spirituális szereplők Isten, aki összesen 6 részen át beszél. Hála Istennek, a sátánnak nem sok szó jut, csak az első két részben nyilvánul meg, és ez a szereplés is egy-egy intrikus megjegyzésből és ítéletből áll. A földi szereplők Elifáz, Bildád, Cófár, a fiatal Elihu, akit nem tudjuk honnan toppan elő, de minden esetre mégiscsak ott van a barátok között, és hogyha már színpadképet emlegettem, és így jelenítettem meg előttetek az eseményt, akkor Elihunak a beszéde az kicsit úgy működik, mint általában a nagy koncerteken, a popkoncerteken az előzenekar, akinek a szolgálata vagy működése bevezeti a főszereplő színre lépését, Istennek a színre lépését. Persze vannak mellékszereplők is, ezek között legjobb, fontosabb jó felesége, de most ezekről nem akarok szólni. Mi jellemzi Jobb három barátját, és milyen ember a fiatal Elihu? Ezt az alábbiakban szeretném összefoglalni, hogy mit fedeztem fel a barátokkal, Istennel és Jobbal kapcsolatban. Ettől a fenti festménytől eltérően azt találtam, hogy a három barátban vannak gyönyörű jellemvonások, vannak pozitív és nagyon jó megnyilvánulások, nem csupa negatívum, nem csak olyasmi, ami elítélendő. Például Jobb szenvedéseinek kezdetén a barátok fölkerekedtek, hogy meglátogassák Jobbot. Sőt, nem csak meglátogatták, de vele is maradtak. Nem egy óráig, nem egy napig, egy egész hétig képesek voltak ott ülni Jobbal és hallgatni. Hát most titeket is megkérdezlek, hogy vajon erre melyik öltök lenne képes egy hétig szenvedő barát mellett ülni és csak hallgatni. Hallgatni, amit mond. Nézzük meg most egyenként, mi derül ki a megnyilvánulásaikból, milyen emberek voltak ezek a barátok. Elsőként nézzük a témáni Elifázt. Bízd csak azért magadat. Egy pillanat, Paula. Szeretném, ha ezt az igét együtt a Paulával mindnyájan olvasnánk, ez témáni Elifáznak a beszédeiből való. Kezdjed, mondjad. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat. Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik. Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és az ő alázatos, megtartja, megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. Ezek az igék Jobb könyvének az egyik leggyakrabban idézett igéi, olyan igei textus, amiről prédikációk hangzanak el.
elevenen él az emlékemben az a 19 éves kis leány, aki én voltam, akinek az életében meghatározó volt ennek a prédikáció, erről az igéről szóló prédikáció, egy akkori a Rákosrabai gyülekezetben szolgáló teológus Győző által. Azóta sem felejtem el. És ez Elifáznak a beszédéből van. A jellemvonásoknál halvány lilával vastagon szedve fogjátok találni azokat a pozitívumokat, azokat az egyértelmű jó dolgokat, amiket a barátoknál találtam, és vékonyan szedve halvány sárgával pedig azokat, amik viszont nem voltak jók. De mindjárt itt van a témáni Elifáz. Milyen pozitív tulajdonságokat fedeztem fel a témáni Elifáznak a megnyilvánulásaiban, az ige helyeket is odaírtam, arra az meghaladná az időhatárokat, hogy itt ezeket elolvassuk, de ha valaki ellenőrizni akarja, akkor írja fel az ige helyet, és nézze meg, hogy ez valóban így van. Például Elifáznak helytálló megállapításai, kijelentései gyönyörű megfogalmazásban hangzottak el, ennek egyike volt ez, amit most felolvastunk közösen. Spirituális tapasztalatai voltak, méghozzá olyanok, amelyek szintén hitelesek voltak. Úgy is mondhatnám mai szósz használattal, hogy olyan volt, mint egy Szent Szellemmel betöltött keresztény. Beszélt ezekről a dolgokról. Jók voltak a tanácsainak legalábbis egy része, és igaz prófétai szó is elhangzott egy másik baráttal együtt, amelyik meg is valósult Jobbnak az életében. De ezzel együtt és ezekkel párhuzamosan hatalmas személytelen prédikációkat mondott, és maga biztosan nyilatkoztatott ki dolgokat. Nem tudom, hogy ezekben a dolgokban nem ismerünk el önmagunkra. Vagy arra, hogyha valami nem passzol valakivel, akkor nem szólítjuk meg személyesen, hanem úgy példálozzunk, olyan szépen elmondjuk a véleményünket, azzal a céllel, hogy talán célba talál. Akkor vádaskodott, kárhoztatta, becsmérelte és elítélte Jobbot. És ami hát a legnehezebb számomra, hogy az Isten képe az egyoldalú volt. Istent, mint egy büntető és kisajátító Istent rajzolta meg. A második barát, a Suki Bildád. Amikor elolvastam az első beszédet, amit mondott, mert úgy zajlik, úgy van ez a Jobb könyve fölépítve, hogy egy beszéd egy rész, aztán Jobb válaszol, aztán megint jön egy beszéd, aztán megint válaszol, aztán jön egy másik barát, aztán Jobb megint válaszol, úgyhogy ebből van az, hogy Jobbnak a beszéde 20 részen át tart és vezet, míg a többi szereplőknek a beszédei sokkal rövidebbek. Szóval, amikor a Suki Bildád beszédeit átolvastam, hát az első beszédében én nem találtam semmi kivetni valót a számon kérésen kívül, és igazából a Suki Bildádnak a számon kérés volt a fő jellemzője. Itt megint úgy magamban néztem, hogy vajon én mennyire vagyok számon kérő testvéreimmel, gyermekeimmel, férjemmel kapcsolatban. Az Isten képe fenséges. Ha elolvassátok ezt a részt, amit itt mondott, meglátjátok, hogy gyönyörűen Isten ír Istenről, és korrekten ír, de Istent úgy írja le, mint aki kiszámítható. Tehát, mint a jó tradicionális keresztjének, hogyha ezt teszed, ez fog következni, ezen kívül nincsen keret és mozdulás. Profétai megnyilvánulásai szintén voltak, amelyek Jobb életében valóra váltak. Például Suki Bildád mondta Jobbnak, hogy biztos lehetsz benne, hogy Isten téged meggyógyít és újból felemel. És valóra vált. De a következtetései túlzók voltak. Most én úgy találtam a magam életében is, és
a körülöttem levő keresztények életében is, hogy a túlzásokra nagyon hajlamosak vagyunk, és abszolút érzéketlenek vagyunk azokra a túlzásokra, amiket mi mondunk. Kérem a következőt. És végül a naamai cófár, ő beszélt a legkevesebbet. Egy kicsit az volt az érzésem, hogy már úgy volt, hogy minden barátom szólt egyszer is, kétszer is, háromszor is, akkor már végre nekem is kéne valamit mondanom, mert ez így nem jó. Szóval megszólalt. Hát nem is találtam túl sokat benne, ahogy látjátok, ferdén szedve vastagon fehérrel vannak az igék. Azt találtam, hogy emberi logikán alapuló okoskodásokból áll a beszéde, elsősorban a gonoszok sorsáról, indulatos kifakadásokból, nyilatkozat Isten nevében, és nem egyenes, hanem csak így fogalmazza meg, hogy bizony így bánik Isten a gonoszokkal, célozgat jobbnak. Nagyon érdekes volt, hogy egyik barát sem beszélt személyesen, csak akkor, amikor az indulat elárasztotta őt. Ismeritek ezt. A többi az olyan szép általánosságban, hatalmas panorámában szólt, de amikor dübegurultak, akkor abban a pillanatban személyessé vált a megnyilvánulás, éppen úgy, mintha a közutakon valaki hirtelen, igazságtalanul beelőz, vagy valami történik. Én általában azt tapasztalom, hogy akkor nagyon személyes a megnyilvánulás, de egyébként a beszédük az ilyen általános volt és elkenhető. És mind a három barátnál komoly hiányérzetem volt Istennel kapcsolatban, Isten megnyilvánulásaival kapcsolatban. Ugyanis, kérem, hol van a három barátnál Isten szuverénitása, amely isteni voltának a teremtett lények ellenében a legfőbb és legalapvetőbb kifejezője. A szuverén az egy idegen szó. Ha egy egyszerű magyar szóval szeretném helyettesíteni, akkor azt tudnám mondani, hogy talán a független közelíti meg leginkább, mert hogy Isten független mindentől, független mindenkitől, ugyanakkor mindenki és minden őtől függ. A három barát nem ismerte fel ezt, és nem ismerte fel azt, hogy mennyire kockázatos és mennyire bántó Isten számára, és mennyire hiteltelen Isten nevében nyilatkozni. Isten nevében nyilatkozni ma is nagyon vonzó Istennek az úgynevezett ismerői számára. Egyfajta fensőbb rendőrségi érzést kölcsönöz annak, aki beszél. Egyedül a hiteles prófétai szó az, ami Isten nevében elhangozhat. Azonban a hiteles prófétai szóban nem a beszélő nyer dicsőséget, hanem egyedül Isten. És ez különbözteti meg. Isten szuverénitása tehát azt jelenti, hogy ő senkinek és semminek, még a legmagasztosabb céloknak, még a bárka programoknak sem állítható a szolgálatába, és nincs alárendelve. Azt jelenti, hogy cselekvése és működése nem feltétlenül érthető meg általunk. Azt jelenti, hogy őt sem teológiai, sem semmilyen keretben nem szoríthatjuk bele. Azt jelenti, hogy Isten nem szorul arra, hogy mi védjük meg, még akkor sem, ha ezt jogosnak érezzük bizonyos helyzetekben. Ez inkább arról beszél, ha mi úgy érezzük, hogy Isten meg kell védeni, hogy a hitünk nem elég erős. Isten elég erős arra, hogy megvédje magát. Isten nem kell megvédenünk. Isten szuverénitásában az is benne foglaltatik, hogy a világnak minden színe, az életnek minden megnyilvánulása, minden akarat, és az akarat teremtő ereje, mindennek a megsemmisítése és minden teremtése is benne van. Istenben van elhelyezve, Istenben van elrejtve, és Isten nem tartozik elszámolással senkinek, Isten működése nem számítható ki. Isten szuverénitásának elismerésével tulajdonképpen azt ismerjük el, hogy számunkra Isten tényleg Isten.
És mielőtt, és nézzük meg akkor a fiatal Elihút. Itt az aláírásban azt olvassuk, és ez volt az ő belépője is, hogy sokáig hallgattam, hát ha az öregek valami bölcsességet mondanak, de én fiatal, mert én fiatal vagyok, ti pedig öregek. Milyen volt ez a fiatal Elihú? Ez volt az egyetlen a barátok közül, aki nem vágott ki nagy szónoklatot, hanem rögtön, közvetlenül és személyesen Jobbhoz beszélt. Jobbot szó szerint, nem értelmezve és nem torzítva idézte. Nem értelmezte félre a szavait, nem volt Jobbal kapcsolatban hátsó szándéka és az, hogy a saját igazát bizonyítsa. Elihú semmit sem akart bebizonyítani Jobbnak. A megnyilvánulásaiból alázat és személyes Isten ismeret sugárzik. Felismeri és megvallja, hogy nagyobb az Isten az embernél, és felismeri azt, hogy Istennek egyetlen célja van az ember életében, hogy az ember megtérjen. A vélemény nyilvánításában őszinte, Jobb felé, mégsem durva, és nem bántó. Jobbot tudatlannak, csúfolónak nevezi, így fejezi ki, szaporítja a szót értelem nélkül. És végül nagyon bátor a Jobbal kapcsolatos megnyilvánulásában, ugyanis arra szólítja fel Jobbot, amit mi már tudunk, ha nem is gyakorlunk, hogy álljon meg Isten előtt, magasztalja Istent. És miért volt bátor ebben a felszólításában? Én biztos, hogy nem lettem volna ilyen, mert én mindig félek attól, hogy még terhet rakjak valakire, egy megtámadott emberre. Jobb nem, vagy Elihu nem félt attól, hogy a sok oldalról megtámadott szenvedő barátnak a vállára még plusz terhet rakjon, mert meg volt győződve arról, és ismerte Istent annyira, hogy ebből Jobb számára jó fog kisülni. És ez volt a végső célja. Mielőtt Jobbra térnénk, nézzük meg Istent. Emeljük szemünket arra, akinek színre lépését Elihú vezette be. Annál is inkább, mert Jobb nem a barátokhoz beszél, hanem Isten is egyedül Jobbhoz szól. Nagyon érdekes dolog ez, hogy Isten sohasem beszél a világhoz. Emlékezzetek vissza, hogy Jézus Krisztus, én engem sokat foglalkoztatott fiatal koromban, hogy miért van az, hogy az Úr Jézus csak az övéinek támad fel, csak az övéinek jelentett. Tehát milyen nagyszerű lett volna, ha a hitetleneknek. Nem. Istennek az a stratégiája, és Istennek az a hatalmas ajándéka, hogy övéinek jelenti ki magát, azoknak, akik eszik és isszák az ő beszédeit, azoknak, akik megengedik, és az övéi közül is azoknak, akik megengedik, hogy Isten igéje hasson rájuk, Isten igéje formálja és megváltoztassa őket. Az Isten megszólalásának azonban az Istennel való közvetlen, személyes kapcsolata feltétele. A barátok és az emberek megmentése Istennek az vele élő kapcsolatban levő gyermekeink keresztül zajlik. Kérem a következőt. És még felfedeztem valamit. Azt, hogy Istennek nem célja, hogy szenvedést okozzon. Miért gondolom ezt? Azért, mert amikor megteremtette a világot, akkor nem Éden teremtett volna az ember számára. És azért, mert amikor az életünk véget ér, és minden összeomlik, akkor nem egy mennyországot készített volna számunkra, ahol nem lesz sem fájdalom, sem sírás, ahol Isten maga töröl le mindenki arcáról minden könnyet, Ézsaiás 25. része, és a jelenések könyve szerint is. Isten nem akarja, hogy szenvedés legyen. A poklót, amelyet sokat emlegetünk, az Isten igéje szerint nem az embernek szánta.
és egyetlen egy embernek sem szánta, hanem a sátánnak és az ő angyalainak, akik feltámadtak ellene. Ez nagyon fontos, hogy a szívünkben jól elrejtsük. Annak ellenére, hogy Jobbnak ezen kellett átmenni, annak ellenére, hogy a konferencián ismertettük a Tűzpróba könyvét Viola és Gál Márti, és őnek is Mégyászon kellett átmenni, ennek az édesanyának, aki 12 éves fiát elvesztette, Istennek nem célja, hogy szenvedést okozzon nekünk. De minden esemény által, amin keresztül megyünk, minden szenvedés, vagy minden öröm által, Istennek az a célja, hogy vele mélyebb kapcsolatra, a valósághű kapcsolatra juthassunk el, és ennek végtelen a távlata. Ha valaki azt mondja, hogy ő már tökéletesen ismeri Istent, hát jó Isten áldja meg. Én szeretném még Istent ennél is jobban megismerni. És ez mit jelent? Ez több érzelmi megtapasztalásoknál, több mentális felkészültségnél és elméleti ismereteknél. Mi gyakran dicsekszünk és gyakran igazoljunk magunkat azzal, hogy nekem ezt jelentette is ki Isten. Én hozzám így szólt Isten, vigyázzunk, Isten soha nem szabad önigazolásra felhasználnunk. Minőségileg több. Ez sokkal több annál, hogy nekünk valamiben igazunk van, vagy igazságaink vannak. Ez mindig, de mindig azt jelenti, hogy szembesülnünk kell önmagunkkal, szembesülnöm kell önmagammal. Hogyan történt mindez a szenvedő Jobb életében? A kiinduló pont az első rész szerint az, hogy Isten büszke volt rá. Az akkori udvar tartásában tartozó sátán figyelmét Isten hívta föl Jobbra. Azt mondta neki, észrevetted az én szolgámat, Jobbot, bizony nincs hozzá hasonló a földön, fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyölölő. Életének természetes része volt az imádság, az Isten tisztelete, az áldozata közben járás. Hogyan olvashatunk erről az első részben? Született Jobbnak 7 fia és 3 leánya. Eljártak pedig az ő fiai egymáshoz, és vendégséget szereztek saját otthonaikban, kiki a maga születés és név vagy egyéb napján. Elküldtek és meghívták az ő 3 húgukat, hogy együtt egyenek és igyanak velük. Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak, elküldött értük Jobb, és megszentelte őket, és jó reggel felserkent és áldozott égő áldozattal gyermekeinek száma szerint, mert ezt mondta magában Jobb. Hát, ha vétkeztek az én fiaim, és valami gonoszt gondoltak, bor hatására, vagy az eleresztett hangulatban, az Isten ellen az ő szívükben, így cselekedett Jobb minden napon. Akarom mondani, hogy amik nincsenek benne az igébe, az zárójelbe volt a Paula szövegében, az én tettem bele, úgyhogy nehogy keressétek a borhatását, meg az eleresztett hangulatot a Bibliában. Milyen volt még Jobb? Kiállt Isten mellett, még a feleségével szemben is. Istenhez való viszonyulása ma is olyan példa, amit nagyon gyakran idéznek, amikor mondják, hát ha már a jót elvettük Istentől, akkor hogy ne vennénk el a rosszat. Beszéde a születésének a megátkozásával kezdődik, de szeretném felhívni a figyelmet, Istent ebben sem átkozza. Válaszkereső. Mert a szenvedések mélységeiben azok a válaszok, amelyeket a jólétben megragadtunk Istennel kapcsolatban, többé már nem elégségesek. Érdekes módon jó belátó és beismerő. Minden szenvedése ellenére figyel a barátokra, és képes megalázni magát, és igyekszik válaszolni nekik. Ártatlanságát hangsúlyozza, és nem a büntelenségét, és nem tartja szentnek magát.
Amikor végig gondoltam, soha nem gondoltam így végig, azt éreztem, hogy Jobb tényleg mindent elvesztett. Mert ami le van írva, a vagyon, a gyermekek, az egészség elvesztése, a sorvasztó, undorító betegség, a feleség szerelme, tisztelete és együttérzése, aki ellene fordult és azt mondta, hogy átkozd meg az Istent és hallj meg, a barátok vádainak pergő tüzébe került vigasztalás helyett, joggal érezhette úgy, hogy Isten is elhagyta őt, és a barátok megnyilvánulásai ezt erősítették meg Jobban. Mi történt ezek után Jobbal? Teljesen természetes, Jobb elcsüggett. Kimondta ezt a gyönyörű, sokat idézett mondatot, a kiszabott esztendők letelnek, én útra kelek, nem térek vissza többé. Kész volt arra, hogy elmenjen. Jobbnak elege volt a barátokból, hanem azt mondta, hogy én Istennel akarok beszélni. A barátok hazug képmutatók, hamisak, ravaszkodók, én Istenre akarok nézni éjjel-nappal. És szenvedései ellenére van ereje arra, hogy Isten mellett tanúságot tegyen. Az egyik leggyönyörűbb tanúságtétel az egész Bibliában, amit Jobb ebben az állapotban mond. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött megáll. És miután az én bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent, akit magam látok meg magamnak. Itt a különbség csak az, hogy mi már nagy M betűvel írjuk a megváltót, Jobb pedig még kicsivel. Nem tudta, hogy ki az, mi pedig már tudjuk. Jobb beszédében hatalmas, örökérvényű panoráma képek jelennek meg, a gonoszok sorsáról, a szegények sorsáról, az Isten ellen lázadókról, és Istenről magáról művei alapján. De ami a legmeglepőbb számomra, Jobb evangéliumi igazságokat ismer fel. Amikor ez a 70-es évek közepén újjászülettünk, és kezünkbe kaptuk a Biblia tanulmányokat, amik az én korosztályom emlékszik még, a bizonyosságfüzeteket, ugye Kati, emlékszel, ezeket a bizonyosságokat tanulmányoztuk. Jobbnál megtalálható az ima meghallgatás bizonyossága, Jobbnál megtalálható a bűnbocsánat bizonyossága, tudom, végül fölmenten engem. Jobbnál megtalálható a megszentelés bizonyossága, úgy körülök ki kezéből, mint megtisztított arany, és Jobbnál megvan a jövő felől való bizonyosság, tudom, hogy terve van még velem. Jobbnak a megnyilvánulásaiból megismerhető az élet filozófiája, ami ma is megáll. Ma is ez mindennek az alapja. Az Úrnak félelme az a bölcsesség és az értelem, a gonosztól való eltávozás, amely a mi életünkben is megáll. És Isten követésében olyan jézusi szintre jut, ami ma is példaértékű. Több keresztény embert hallottam már beszélni a hegyi beszédről, amelyben azt mondták, hogy az Úr Jézus itt olyan mértéket állít fel, és olyan elvárásokat támaszt felénk, amit nincs ember, aki képes lenne betölteni. És nézzétek, Jobb nem hallhatta a példabeszédek könyvét, mégis azt, hogy Jézusnak azt a szavát, hogyha valaki megmondatott a régieknek, ne paráznolkodjatok. Bizony mondom nektek, ha valaki a kívánság tekintetével néz egy más asszonyra, akkor már paráználkodott vele a szívében. Jobb ezt is tudja, mert Jobb mit mond, és milyen gyakorlati megvalósítást kínál fel számunkra. Szövetségre léptem szemeimmel, hogy ne vétkezzem ellened. Isten célja velem, és talán veled kapcsolatban ugyanaz, mint Jobb a kapcsolatban, hogy eljuttasson minket, gyermekeit, oda, ahova Jobb eljutott. Jobb, hova jutott el? Oda jutott el, hogy azt mondta, megvallom, nem értem, én kérdezlek, te pedig válaszolj nekem.
Ez az elszegényedés folyamata, ahol eljutunk oda, Istenről sokat tudok, hogy azt mondjuk, hogy szegény vagyok, Uram, mert boldogok a lelki szegények. Isten ítélete és döntése mind a barátok, mind a szenvedő jobb számára maga a nagybetűs élet. Isten ítélete megdöbbentő a barátok számára. És még megdöbbentőbb a barátok számára, hogy ebben ennek eszközéül, hogy értük valaki közben járjon és áldozatot mutasson be, az általuk megvetett, lekicsinyelt, gyanúsnak minősített jobbot használja fel. Isten a barátokat az alázat helyére kényszeríti. Tévedéseiket, túlkapásaikat helyreigazítja. Testvéreim, ez a kegyelem. Látásukat szemgyógyító irral kezeli, szemléletüket folyamatosan változtatja, kiszélesíte. Isten ugyanis nem akarja, hogy a barátok közül egy is elvesszen. De jobb számára Isten döntése még meglepőbb, még meghökkentőbb. Ugyanis jobb még sajgó fájdalomban, gyászban, magányban ül, vakargatja a sebeit, és Isten elvárja tőle, hogy ebben az állapotban ő járjon közbe az egészséges, felette ítélkező barátokért. Isten ugyanis nem akarja, hogy a csalódott, kiábrándult jobb elforduljon a barátaitól. Isten ugyanis gyűlöli a szakítást. És mi történhet? A közben járásnak a kiváltsága és készsége által képes Isten jobb szívét meglágyítani, az őt elítéli a felette ítélkező barátok felé. Ez az útja annak, hogy Jézusnak az az leghangsúlyosabb imádsága, hogy egyek legyenek, megvalósuljon. Ha ezt megértjük, ha ezt megértenék az ő gyermekei, nem lenne ennyi szakítás. Az Eklézsiában nem lenne ennyi felekezet, és nem lenne ennyi ellentét. Jobb belső életében ezek alapján hatalmas változások zajlanak le. Ez megint nagyon megdöbbentőt. Az imádság olyan természet és részévé válik életében, amely nem igényel többé szertartást. Megmaradt persze a szertartásos ima is, de jobb imával átkapcsol a fizikai világból, a spirituális világba és vissza. Spontán beszélgetések közben Istenhez fordul és vissza. Persze nem úgy, amit a gyerekeim utáltak néhány évtizede, hogy anyu, te mindig szenteskedsz, hanem a lehető legegyszerűbb, legtermészetesebb módon. A beszédei alatt 12-szer hangzik el imádság, az egyszerű felkiáltástól elkezdve a két egész részen át tartó, 30 Biblia versen át tartó mély imádságig. Jobb, őszinte és kitárulkozó. Nem kendőzi el az érzéseit, nem akar megfelelni sem a gyülekezetnek, sem a barátainak, sem Istennek. Jobb megnyilvánulásai olyanok, hogy minden szenvedő ember képes azonosulni vele. És végül Jobb a majdnem teljes vesztesség állapotában csak az élete volt meg, képes közben járni barátaiért. Többé már nem csak a családjáért, hanem engedelmeskedik Isten és a Istennek és a közben járásba, tovább lép annál, mint amire a saját képességei vagy ösztönei indítanák. Ezek a változások emberileg érthetetlenek és önerőből megtehetetlenek. Ahelyett, hogy jobb jogos haragjának teret engedne, ahelyett, hogy szakítana velük, ahelyett, hogy megharagudna rájuk és visszahúzódna tőlük, a gyász, a fájdalom, a viszketés, a magány mély kutyából imádkozik a jólétben élő, enyhén szólva értetlenkedő barátokért. Kipróbálta már ezt ki. Én úgy érzem, hogy az ellenségért imádkozni könnyebb, mint a meg nem értő barátért, a férjért, a testvérért, aki ennyire magunkra hagy, és ennyire érzéketlen. Kárhoztató, fensőbséges. Erre csak is akkor, és csak is azokban a helyzetekben vagyunk képesek,
és nyerhetünk képességet, hogy jobbhoz hasonló mély találkozás Istennel erre felkent bennünket. Az Isten, Balázs, az Isten szíve szerint ti közmenjáróval való formálódás igen nehéz és fájdalmas folyamat, még akkor is, ha a szíved közmenjáró szív. A tökéletes közmenjáró hív téged és hív engem, légy a társam jobbhoz hasonlóan ebben. Ő az, aki mindent feláldozott, az ő életét nem kímélte meg az örökkévaló, neki valóban meg kellett halnia. Ő nem jutott földi kárpotláshoz, ő átment a tökéletesítés folyamán. Azt írja róla a zsidókhoz írt levél, megtanult azokból, amit szenvedett az engedelmességet. Olyan vigasztaló, hogy neki is tanulnia kellett az engedelmességet. Ő az, aki szellemének belénk oltásával hozzájárul a mi tökéletlen közbenjárásunkhoz. Ő az, aki ma is közvetlenül és szüntelenül végzi Jóbi közbenjárását értünk, tökéletlen barátaiért. Menjünk hozzá, tanuljunk tőle, forduljunk felé, és az ő vágyát betöltve várjunk Jóbi közbenjárókká. Nézzünk ő rá. A 110. Zsoltár, profetikus Zsoltár szerint ő az, aki az útmenti patakból iszik, ezért emeli fel a fejét. Ha a szelleme által inspirált ige számára nyitottak vagyunk, akkor vele találkozunk olyan módon, hogy a mi gyökerünk is a víznek, az élő víznek állandóan nyitva lesz, elsöpri a piszkot, a botránkozás köveit kimozdítja, akkor ágaként mások felé kinyúló életünk harmatot hordoz. Legyen ez így, valósuljon ez meg mi általunk, és most záróként nézzünk Jézusra, a 40. Zsoltár első 11. verse alapján, mert ez róla szól, és ezek az igék voltak a lídiai ma közösség délelőtti alkalmának az elmélkedésének az alapigéi. Amen. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét, sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizalmát, és nem fordult a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, te csodáiddal és terveiddel mi érettünk, semmi sem hasonlítható hozzád, hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámolhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekercsekben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben, ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.